Nagyon-nagyon szépen köszönjük, és azt hiszem, hogy lassan itt az ideje, hogy bemutassam a zenekart, meg a kórust, mert mindig bajban vagyok azzal, hogy nagyon sokan vagyunk, de azért mégse egy 40 tagú kórus, akiket nem lehet egyenként felsorolni, és mindenkinek akkora szerepe van abban, hogy ez így szól egyben, ahogy szól, hogy azt gondolom, hogy úgy illik, hogy mindenkit bemutassak. Talán kezdem először a zenekar tagjaival. Tóth Viktória Sárát már egyszer bemutattam, amikor ezt a csodás szólót játszotta nekünk. Van ugye még egy hegedűsünk, aki egyben az énekes csapatot is erősíti, Ferenci Bora. A ritmus szekcióban Olál Marcell, aki kahonon és a Vosbor nevezetű furcsa hangszeren játszik, ott hátul ül, de nagyon fontos szerepe van. Aztán, mivel van, amikor nem is csak egy kahon játszik, hanem kettő, úgyhogy Illés Lili ott ül a másik kahonon. Van két szuper gitárosunk, az egyikükkel már nagyon-nagyon régóta muzsikálunk együtt, Deák Viktor. A másikuk pedig, hát azt mondhatom, hogy ebből a kórusból nőtte ki magát. Először még énekesként csatlakozott, de aztán rájött, hogy sokkal inkább gitározni szeret, és ennek mi is minden tekintetben nagyon örülünk. Nem azért, mint hogyha nem örülnék, hogyha énekelnél. Ő pedig Dienes Ádám. Fuvolázott nekünk Buga Fanni, aki szintén énekel is, de van, amikor fuvolázik. Németh Jánost ugye már egyszer bemutattam, és a Dunaharasztiaknak szerintem nem kell bemutatni, a Rollisé. És a zongoránál pedig Orosz Mihály. És akkor hadd mondjam el a kórus tagjait is. Van, akit így kétszer fogok ismételni, de szerintem nem haragszik érte senki. Ferenci Bora, aki nagyon sok szóló feladatot is vállal nálunk nagy örömünkre. Bosnyák Bogi. Perkovics Fanni, Buga Fanni, Szente Miki, Trafkó Kata, Ráb Annus, Kovács Noémi, és a hátsó sor, amelyik ugyanolyan fontos ám, mint az első, csak mindenki nem fér el az első sorban, Herendi Eszti, Sejem Dia, Ráb Eliana, aki nemrég csatlakozott hozzá, most csak azért álltam meg egy pillanatra, mert a végére hagytam azokat, akik nem csak hogy a csillagkórus tagjai, de hát a Dunaharasztiak is, úgyhogy szintén ismerhetjük őket. Fülöp Nóri, és Németh Laura, és aki szintén a Hunyadi Általános Iskola 8. csapatát erősíti, Németh Bálint. És most bocsánat, hogy én a fiamat, aki nincs most éppen itt, mert szolgálatban van a gyermekvasúton, de Ambrus Bedegúz is a csillagkórusban énekel, úgyhogy ezért is vagyunk mi most itt. És én magam pedig Balogh Eszter volnék. És... Jó, nem ezért mondtam be a nevem, tehát inkább muzsikáljunk tovább, úgyhogy jöjjön a folytatásban egy újabb csokornyi gospel dal. Show.
És akkor ugye azt ígértem, hogy nem csak angolul, hanem magyarul is fogunk énekelni, mert a tavalyi esztendőben elég nagy fába vágtuk a fejszénket orosz tanár úrral közösen, hogy valahogy ezt a stílust használva, kihasználva a betlehemi történetet megírjuk és dalokba formáljuk, és hát nem az egészet, mert már azért túl vagyunk a karácsonyi ünnepkörön, de azért azt gondoltuk, hogy ebből egy csokornyit még hozunk, úgyhogy egy picit még átadom a szót a tanár úrnak, mesélj róla pár szót. Jó, hát összesen 12 dalra fűztük föl a betlehemi történetet, ami ilyen mesélőnek a narratívája fűzte össze a dalokat. Tanárnő írta a dalszövegeket, illetve én készítettem el a zenének egy vázat, majd egy csapattal és hangszeresekkel közösen dolgoztuk ki, hogy ki, hol, mit játszik. Illetve ebben a munkában még részt vett ugye a Louisiana Double, akivel szoktunk néha együtt játszani, és most ugye nincsenek itt, de így is reméljük, hogy nagyon jó sikerül majd ez a néhány dal. Ugye nem volt már a karácsony, de úgy gondoljuk, hogy nekünk annyira kedvesek ezek a dalok, hogy talán ez a lelkesedés, ez így felletteti azt, hogy a történet az már nem annyira aktuális, mert a farsangban járunk. Fogadják sok szeretettel. Lush.
miért között, ott van mind a válasz, miért éppen én, és lehetek-e támasz, miért elmező anya, és ül feleség, miért éppen hozzám küldte őt az ég. Mikrofonom, úgyhogy csak felemelni tudom a hangom. Tehát nyilván kiderült az előzőekből, hogy az első dal, ami egyébként Poros út címet visel, az annak a Szamárnak a sztoria, aki ugye végül is elvitte Józsefet és Máriát, és velük együtt ugye a kis Jézus Betlehembe. Aztán közben találkoztunk a három királyokkal, vagyis azokkal a bölcsekkel, akik elindultak napkelet felől, szintén a hívó szóra, és a legutóbbi két dalból az első az a nagyon gyors piac címet viselő dalunk, ott azt képzeltük, hogy hát a Szent Család, amikor megérkezik Betlehembe, akkor ott éppen piacnap van, és így becsöppennek a betlehemi nyüzsgésbe, ezt próbáltuk egy kicsit megmutatni, és aztán hát ugye szállást azt ugye csak a városon kívül kaptak egy ilyen barlang istállóban, és akkor mi azt gondoltuk, hogy valószínűleg mind a ketten nagyon fáradtan úgy egy kicsit elmélkednek a eddigi útról és az előttük álló feladatról, úgyhogy ezt próbáltuk a Mária dalával is megmutatni, és aztán most végezetül ennek a csokornak a végén pedig azt, hogy József vajon hogyan is ismerkedett meg Máriával, és hogy milyen is ez a szerelem. Hogy én milyen sokáig udvaroltam, amerre ment, a nyomában lóltam, s a piacon egy nap egy nagy almás kosár súlya alatt görnyedt az a pici vál. Odaléptem, s a kosár után nyúltam, a kezünk összeér, és akkor én már tudtam, éreztem, hogy ez lesz az az alkalom, hogy ezt a kincsedük el nem szalaszthatom. Törékeny volt, annyira esendő, ha vállán jól emlékszem, elcsúszott a kendő, s a vásznom megtörő napsugárnyalát, glóriát vont köré, fényes koronát, rögtön tudtam ott, nekem ezt a nő, szeretnem kell lóvnom, ő hozza a jövőt, és milyen társat egyszer, csak egyszer küld az Isten, s ha elszalasztod, akkor több esélyed nincsen.
vagyunk, a szülés közeleg. Segítek, ha kell, mellette leszek. Jézus lesz a gyermek, tudom, Isten fia, de remélem, hogy néha úgy szólít majd apa. These 20 acres and one jelly mule from the Alabama Trust. Half of cotton, third of corn. I get a handful of dust. We can now help things to please us. No matter.
csak nagyon köszönjük a tapsot, meg én mindig meghatódom, amikor látom így a fiatalokat, akiket láttam ekkora koroktól így felnőni, és hogy hova jutnak, és miket tudnak muzsikálni. Persze ugyanennyire meghatódom attól, hogy azok a felnőttek, akik velünk muzsikálnak, mennyit segítenek, és milyen önzetlenül szolgálják ezt a küldetést végül is, hogy ezek a fiatalok itt teret, lehetőséget és mindent kapjanak ezekkel a kóruspróbákkal, meg a fellépésekkel. És Orosz Misi már említette az előbb a Louisiana Double-t, akiknek nagyon-nagyon sokat köszönhetünk, és aki Hunyad is, azok közül jó néhányan találkozhattak is velük, nem is olyan régen, mert gospel történeti előadást tartottak a Hunyadi iskolában, úgyhogy szerintem többen bólogatnak itt, hogy igen, ott voltak. Úgyhogy a mai estét az ő dalukkal szeretnénk zárni, Utazom az éjen át, ez nekünk nagyon nagy kedvencünk, azért is, mert még annyit hadd meséljek el, hogy 3 évvel ezelőtt a Nemzeti Kulturális Alaptól lehetőséget kaptunk egy önálló lemeznek az elkészítésére, és amellett még egy videóklipet is forgathattunk, és azt ebből az Utazom az éjen át című dalból tettük meg. Ez ennek az ihletője egy ilyen igazi, ízig-vérig bluegrass gospel nóta, tehát valahonnan onnan a, nem tudom, FLH-ből. Van az eredeti, és aztán ehhez a Zsolt és az Ádám, tehát a Louisiana Double tagjai írtak magyar szöveget, és ezt mi nagyon szeretjük énekelni, de ahogy látom, Erikának még adjam át a szót, az utolsó dal előtt parancsolj. Mielőtt elköszönnénk egymástól, én szeretném a családot ide kérni, és szeretném átnyújtani azt a támogató összeget, amit az önök felajánlásával, a jegyek megvásárlásával átadhatok. Ez összesen 264 ezer forint, amit nagyon-nagyon köszönök a család nevében önöknek, és jó látni, hogy ilyen sok segítő szándékú, segíteni akaró és tud is segíteni ember van, és nagyon szépen köszönöm, hogy segítőkezet nyújtottak a családnak ebben a nehéz helyzetben, és én még egyszer nagyon megköszönöm Eszternek és a Csillagkórusnak ezt a remek estét, és bízom benne, hogy mindannyian nagyon jól szórakoztunk, úgyhogy még egyszer nagyon köszönöm, és nektek Miklós, Jenny és Mária, kérem fogadják szeretettel. Gondolom ön tudja a legjobban, hogy mire lesz szüksége a családnak, és mire költik ezt a 264 ezer forintot. Fogadják szeretettel.
Nagyon-nagyon szépen köszönjük a tapsot, és nagyon-nagyon jól esik az, hogy tehát nem tudom, hogy fogalmazzam meg, hogy mennyivel többet ér egy olyan koncert, amit másokért teszünk, mint bármi más. Tehát biztos önöknek is most jó leső érzés ott ülni a nézőtéren, de szerintem nekünk nagyon hihetetlen és hátborzongató belegondolni abba, hogy ezzel a mai estével mi mennyit tudtunk segíteni valakiken. Úgyhogy én megköszönni szeretném a lehetőséget, hogy segíthettünk, és most annyira fel vagyok ettől dobodva, hogy ha nem baj, akkor még egy ráadást játszhatunk. Köszönjük!